nem tartok ott. Tehát természetesen Dani egy olyan, hát te is ismered, nagyon elfoglalt, nagyon jó pozícióban van. Bármikor azt mondják, előléptetik. Nyilván akkor olyan minőségi emberekkel találkozhat a munkahelyén, akik azért, hát tudom, hogy nem vagyok velük egy liga, nem akarom elvenni tőle ezt a lehetőséget. Ismerjél meg olyan nőket is akár, biztos, hogy nem tudom megérni. De akkor én miért dolgozom veled már régebben, mint ahogy van ez a fickó? Mert hogy már az is egy fejlődés volt, hogy lett egy ilyen barátod, ennyi ideje együtt vagytok. De ez egy jó is, tehát hogyha a Dani mellettem megmaradt, ha valami miatt úgy dönt, hogy nem hagy el, akkor szerintem ebben óriási jövő lehet, nem? És akkor ő meddig fog fél lábon állni, hogy hajlandó vagy-e oda nyújtani a kezedet? De ő ezt nem így gondolja szerintem, ő szerintem csak meg akart erősíteni, nem, én nem tudom. Manipulál, vagy nem érzed? Nem értem. Sajnálatból azt mondja, hogy jaj, ez a szegény Márta, hát ezt vegyük el feleségül. Hát ha, tényleg, mert vannak ilyen rendes pasik, hogy hát ha olyan kis önbizalma van, akkor legalább játszunk egy ilyen jó jelenetet, hogy megkérjük a kezét. Valami ilyesmit. De hát kell ezt neki, nem? Nyilván, meg tényleg nagyon-nagyon jókat beszélgetünk. Vagy miért kellenél? Mert ő több, mint én, hát nincsenek gondjai, ő normálisan rálát a dolgokra, ő nem őrül, mert ilyen kis apróságokban, nincsenek kétségei, ő rendben van, hát én most csak ott, na, nem, azért annyira rálátok, hogy ez nem, még nem. Nem érsz fel hozzá, nem érdemled meg? Persze. És ez mikor merült fel benned ez? Ez bennem mindig így volt. Tehát azért ez mindig így volt. Nyilván azért mindig is én tudtam, hogy én azért nekem nagyon sokat kell fejlődni, nekem nincs önbizalmam, nem is tudom, hogy igazából mit szeretnék bennem azért. Tehát én szerintem rám még nem lehet építeni egy családot, vagy lehet, hogy soha nem is lehet. Kicsi koromban is így volt ez. Tehát hogy szerintem ez így, ez majd talán változik. Hát most még ez így van. És erre rálátok. Itt te segítségeddel. Igen, de amikor valamit megismerünk, valamire rálátunk, akkor egy kicsit távolabbról is meg kell néznünk, hogy objektívebben tudjuk szemlélni. Most pedig meg fogjuk nézni Mártát gyerekkorában. Éppenséggel 5 éves. Hát van neki egy anyja. Az anyákat nem neveztem el, csak a főszereplő lányokat. Ez egy anya, ez a megszólítás. Anyu, a baba éhes. Akkor egyen. Megfőzünk? Megfőzöm neki, anyu. Világ. Halló, Józsikám, az államtitkárral kellene beszélni. Igen. Igen, a klímák ügyében. Igen, a kórház így nem bírja tovább. Igen, állandó kritikának vagyunk kitéve, mert megint beszart az összeg. Hogy egyetén egy kicsit? Bocsásson meg csak a gyerek. Tehát állandó kritikának vagyunk kitéve, nem működnek a klímák. Most persze nem érdekes, hogy így, hogy novemberi idő van, de ha bármikor visszajön ez a meleg idő, akkor nekünk a klímákra szükségünk lesz. Igen, és a nővérhiány is, úgyhogy további pénzekre lenne szükségünk. Nem tudom, mit tudnának ebben segíteni. Kérem, hogy hívjanak vissza. Igen, bocsásson meg, hívnak a másik vonalon. Tehát, hogy az államtitkár szóljon vissza. Igen, a kórház igazgatójának. Igen. Igen. Igen, köszönöm. A hajamat ugyanilyenre betűnál. Nem látod, hogy én telefonálok? Te nem látod, hogy milyen fontos dolgot intézek? Itt emberek halnak meg, nincs klíma. Állandóan ki vagyunk téve mindenféle kritikának. Bocsánat. Le fognak bántani a kórházigazgatások. Most egy picit maradni tudom, üldögéljél le. Keresd meg Zsuzsikát, itt van, takarít valahol. Zsuzsika! De nem akarok. Zsuzsika, nem tudok most veled foglalkozni. Menj arrébb és ne gyere a vállamra a babáddal, mert undorodom. De csak hogyha ott lefekszik egy kicsit aludni a baba. Ne feküdjön le a vállamra a baba, menjen a baba az ágyába. De nem akarok a nénivel, most a nénivel nem akarok. Zsuzsikát imád! Mit fogja a haja? Miért fonnám be a hajadat, mikor a klímát intézem, hagyjál már békén? Szólj az apádnak, nem tudom, keresél magadnak valaki. Jó.
Egyébként miért kéne befonni a hajad? Nagyon szép így. Lesz olyan szeretnék lenni, mint a baba, és bemennék akkor az óviba, és akkor mindenki látni. Opád, lennél ilyen kicsi, mint ez a baba. Talán feküdnél az ágyodba, és nem kellene állandóan veled foglalkozni. Menj már ki egy kicsit a szobából, nem tudom így intézni a dolgaimat. Menj ki a szobából! Hol tartok? Mit éreztél itt? Azt gondoltam, hogy nagyon buta vagyok. Buta? Igen, mert nagyon föltartom, és teljesen igazam volt, mert ő egy fontos pozícióban volt, és én pedig butaságokat mondtam. Nagyon szégyellem azóta is. Hogy kérted, hogy foglalkozzon? Butaságokat, gyerekes dolgokat. Neki sokkal fontosabb volt, amit csinált, sokkal nagyobb dolgokról döntött. Nagyon szégyellem azóta is magam ez. Ez bukoli volt, amit én akkor csináltam. Nagyon-nagyon gáz. De hát nyilván még sokszor lett volna szükséged rá. De ott volt. Ő végezte a munkáját, és ellátott engem. Szükségem volt rá, de megértettem. Tehát, ha nem tettem volna ennyire buta, akkor megérthettem volna, hogy neki erre most nincs ideje. Anya mellett érezted magad butának? Elvontam a figyelmét. Ott is azt érezted, hogy te kevesebb vagy? Mert kevesebb is voltam. Nem ott volt a dolga, miért nem mentem játszani, miért nem hallgattam, miért kellett szegénynek addig mondani, amíg kiabált. Nem akarom, hogy Danival is ez legyen. Most már érted. De ha van fejlemény, akkor majd szólok, jó? Jó. Én drukkolok azért, hogy szerintem ő fölemelt téged. Nagyon jó ember. Mm-hmm. Igen. Jók lesztek együtt. Na, meglátjuk. Folytatjuk a jövő héten. Jó. A következő történet főszereplője Sári. Igen. Ne haragudj. Bocsáss meg! Nagyon! Hát mi volt? A Kati a főnökömben, meg én mit? Hát állandóan jön nekem, nekem szétszedik az agyamat. Mondja. Nem, figyelj, nekem mindig panaszkodom, azt érzem, de közben meg azt érzem, hogy igazam van, mert ezt nem lehet elviselni. Na. A hátam mögött sutyorog mindenki, nem mondják a szemembe, nem olyan egyenesek, mindenkinek baja lehet, valamit gondol róla, meg valamit akar tőle, meg ki akarnak tenni a munkahelyemről. Arra jöttem rá. Ebédszünetben figyeltem, hogy sutyorog, tehát nem a szemembe, persze. Az nagyon-nagyon-nagyon gáláns lenne, ugye, hogyha szemtől szembe, annyi egyéniségük nincsen. Hátam mögött sutyorog. Köszönöm. Nagyon felmérgettem. De legalább nálad elmondhatom, hogy mi van. Hát csinálom a dolgomat rendesen, minden egyes kliensem imád engem, mindig elmesélem a magánéletemet, mindig megértik, hogy mennyi gondom van, megbeszéljük, és akkor elkezdenek sutyorogni, mert pont a budai szalomban vagyok, és át akarnak tenni a pestibe. Ennyi az egész, kell a munkahelyem. Ki akarnak onnan tenni? Persze, nem mondják meg, csak érzem. Na de van egy klientúrád a fordászatban. Van, és azok jönni is fognak velem, nem maradnak ott az Ildinél. Nem tud vágni, ilyen cikcak az egész. Ne hülyéskedj már. Nem fognak velük maradni, csak azért, mert engem kitesznek. De erre van valami objektív jelzés? Hallom, hát érzem. De akarnak építeni, vagy mire? Hát ott, hogy ott működnek a hátam mögött, persze. Nem szeretem azokat az embereket, akik nem tudnak szemtől szembe konfliktusban lenni. Tehát nem tudnak elém állni, és azt mondani, hogy irigykedem rá. Mondja ki, legyen olyan nagy, nívós legyen, és mondja, irigykedem rá, mert én tudok mindenféle hajakat, valami pontosan, úgy festek, hogy csodálatos, olyan a melírom, hogy olyan másik nincsen. Álljon oda elém, és mondja a szemembe, ne a hátam mögött fúrjon ki a másik tehetségtelen kis fával. De akkor igazából téged nem értékelne? Hát nem. Nagyon nem. Jobban mondod, de csak hát ez a bajok. Túl jó vagyok. Ha túl jó vagy, vagy egy kicsit is jó vagy, akkor valahol máshol is jó leszel. De hát nem bocsánat, de nekem kelljen elmennem akkor. Menjenek el ők, legyenek ők máshol, jó?
Tehát ne, nem szeretem a hátam mögött való beszélgetést. Én nekem ez a gyerekkorom óta benne van az agyamban ez. Hogyha én valami olyat hallok, én nekem nem kell, akkor, akkor a késő már ne jöjjön oda. Hogyha már megérzem azt, hogy egyszer a hátam mögött ő ellenem ment, ott nekem az az ember le van írva. Mint például, amikor volt egy ilyen, abszolút emlékszem, ez honnan van. Abszolút emlékszem, hogy honnan van. Tizen kevés, nem tudom. De hogy, hogy a saját anyám nem áll elém, ott csúcsorgott a telefonba, pontosan értettem a lényeget, soha többé nem foglalkoztam ebben az ügyen. Nem pendítettem meg neki, nem fogok könyörögni, kuncsorogni azért, hogy legyen velem fel. Nem tudok, Juli igazad van, és tök igazad van, nyomsz le, és megyek föl közben. Nem, van, csak azért, hogy megértem. Ja, persze. Annyira szenvedélyes vagy, és ezt imádom. Én, hát ezt utálják bennem, mert bennem van energia. Ez hiányzik neki, kirigyek. Van energia, azt nem tudom még, hogy miből épül. Na, hát az élet, hát az életet, mert erre helyt kell állnom, mert ilyen ezek után, hogy a saját anyám is. Tehát akkor, vegyük azt a jelenetet, hogy egyszer történt az, hogy anyád, hátam mögött, nem tudta, hogy te ott vagy. Így van. Akkor te hallgatóztál? Nem hallgatóztam, csak nem tudta, hogy ott vagyok, és hangosan beszélt, és kihallatszódott. Az hogy? Hát, ne, nagyon nehéz ezt így Juli mondani, de azt, hogy én nem gondoltam volna, mert semmilyen előzménye nincs, de hát, hogy valószínűleg nem az ő gyereke vagyok, hogy beettem fogadva. Mi az, hogy valószínűleg? Nem értem az egészet. Beszélt hogy... telefonon, hogy hát gyerekek, nem is tudom, hogy ez az én gyerekem, vagy az én gyerekem. Most, hogy így már 10 éve itt nevelgetem, most elgondolkozott ezen, hogy tényleg én szültem, vagy nem én szültem. Most én ezt honnan szedtem ezt a gyereket? Nevetek le a sunyi embereket, sunyiság. Hát félszavakból hallottam ki a semegő hangján. Az, hogy örökbe fogadni, meg hogy az úgy milyen nehéz, meg hogy jaj, most akkor hogy lesz, megismeri a nem tudom kicsodát, meg kell írni ezt a levelet, meg hogy valamit alá kell írni, amit nem írtak alá. Ezek jöttek ki. És nekem ott megszakadt valami, nekem nincs bizalmam. Tehát a saját anyám. Pillanatban azt mondtad a történetből. Amit nekem nem mondtak el szemtől szembe. Én nem vagyok kíváncsi most már a részletekre. Aha. Nem vagyok kíváncsi a részletekre. Jó. Most viszont már nem 10 éves vagy. Igen. 38? Ugye? 9. Maradjunk annyiban. Levé nem fogná. Látom a szemedben, hogy azt szeretnéd, de nem. De én azt szeretném, mert mondjuk akkor, ha visszapörgetjük a dolgokat, akkor anyád lehetett akkor mondjuk ennyi idős, amikor ez a jelenet zajlódott. Igen. Most egy picivel több. De azért én úgy gondolom, hogy ezt tisztázni kéne, mert egy kicsit riasztó, hogy ez történt veled. Igen, és innentől az egész életed megváltozott, azt mondom. Megismertem az embereket, így van. Szerintem ez hasznos volt, hasznos tanulság. Mm-hmm. Jó, ha beszélek én vele, nekem nem okoz gondot, én egyenes ember vagyok. Mm-hmm. Jó? Hát figyelj, ennyi év után, és mivel ilyen bátor is vagy, hát legyen már is ilyen bátor. Legyen. Kérdezd már meg, hogy mi volt. Régen találkoztunk, ránk fért. Benne vagy? Benne. Hát akkor mesél majd. Jó. Ha hiszitek, ha nem, következő jelenetben szóba áll egymással. Anya és a Sári.